ismét kétharmadot szerezne a Fidesz a medián elemzésen alapuló mandátumbecslés szerint. Ez a parlamentben 139 helyet jelentene. A HVG felkérésére készült felmérés szerint a szavazóknak csak a kisebb része elégedett maradéktalan azzal a megállapodással, amelyet az MSZP és az Együtt PM párt szövetség kötött. Hanna Endre a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a HVG-ben a szokásos felmérésük, ami így kezdődik a ebből írt elemzés, hogy a minősített többség megakadályozásához az MSZP Együtt duónak 2%-ot, a többség elnyeréséhez 9%-ot kellene ledolgozni a hátrányából. Na ezt értelmezzük, mert ez nem biztos, hogy mindenkinek ez egyértelmű. Igen, hát ez elég nehéz. Így... Szóval számolgatni kell, és elég bonyolult egy ilyen mandátumbecslés. Persze több dolgot feltételezünk, ugye, mert hát messze van még a választás. Az egyik ilyen feltételezés például, hogy a részvételt 65%-ra állítjuk be, mert annyi volt eddig az átlag. Most is tulajdonképpen abból a növekedő tendenciából, ami az elmúlt egy éven belül megfigyelhető, az látszik, hogy ez nem egy irreális feltételezés. És hát persze kiindulunk a mostani felmérési adatokból, amelyek annyiban elég súlyosak, hogy ha minden így lenne, ahogy most a felmérés mutatja, akkor abszolút többsége lenne a Fidesznek. Tehát, illetve kétharmados többsége, bocsánat, itt majdnem bakisztam. Tehát kétharmados többsége lenne a Fidesznek, és a mandátum számítás alapján, hogyha ebből a mostani hátrányából, amit hát nem tudom lesz mindjárt nekem, mutatjuk, persze. A mostani hátrányából az MSZP és az Együtt 2014, mint két szövetséges ellenzéki párt csak 2%-ot ledolgozna, akkor már nem lenne kétharmados többség. Tehát a minősített többség megakadályozásához még 2%-ot kellene erősödnie az Együtt PM. Hát vagy az MSZ, vagy a Fidesznek gyengülnie. Igen. Tehát a kettő közötti különbség. És azért az is benne van ebben a modellben, hogy a legfrissebb felmérésünk szerint a választani tudó biztos szavazó körében, és itt most erről beszélünk, mert hiszen ez hasonlítható össze a tényleges majdani szavazással, ebben az összevetésben, ebben a bontásban a DK is eléri az 5%-ot. Hát tehát feltételezzük... A választani tudóknál a DK, mert 4, nem? De a választani tudó biztos szavazók. A választani tudó biztos, tényleg nála el is pont mennek. 5. Igen. Ott pont 5. Hát induljunk ki ebből, hogy most ennyi, hogyha a választásokon is ennyi lesz, de most persze az is nagyon bonyolítja, és ezt nem hiszem, hogy így táblázatok elemezgetése nélkül könnyű átlátni, hogy ugye van a listás szavazás, meg van az egyénire jelöltes szavazás. És elképzelhető például, hogyha a DK valóban külön indul, külön listával, és akkor a DK mostani hívei általában oda fognak szavazni, de vajon hova fognak szavazni, hogyha lesz ugyanabban a választókerületben egy közös, vagy egy MSZP által támogatott együtt, tehát valamilyen... Tehát egymással szemben mennek. Így van, így van, akkor hova fognak szavazni? Amikor nézzük még ezt a választani tudó biztos szavazókat, hogy az ábrán a piros csík az, egyrészt a Fidesznél, hogy ez 46%, akkor most már azért nem tiltakozik ugye az ellen, hogyha összeadjuk a demokratikus ellenzéki pártot. Sose tiltakoztam, én is mindig eljátszom ezzel a... Lehet, csak félrevezetőek voltak a számok, szerintem nagyon, vagy lettek most volna. Most is kényes most dolog is ez, kényes dolog, de adjuk most össze. Már azért mondhatjuk, tessék, hogy egy összeadni a 23-at, meg van a 8. Van egyszer egy 23, és van egyszer egy 8, akkor az ugye 31, és akkor még ott van a DK. Hát adjuk oda együtt, a DK-t is. Akkor az 36. És ez megy szembe a 46-os Fidesz-piros hát csíkkal. Igen, szóval ebben az összevetésben is, tehát a szavazat arányokban is olyan nagy a különbség, amiből talán nem olyan meglepő az a következtetés, hogy ebből kétharmados többség lenne.
Na már is mutatok közben, jól ki is lőttem, mert van egy másik érdekes ábra. Ha már említette, hogy az a kérdés, hogy vajon kivel fognak össze, és kivel nem, és hogy beveszik-e az összefogásba Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-t, azt is megkérdezték önök most a válaszolóktól, hogy vannak, akik azt mondják, olvasom a kérdést, mert jó hosszú, és ez szerintem bocsánat, tisztelt. Bocsánat, nem, de sokszor, az nem baj. Hát szerintem sokszor az... egy kis felvilágosítás is kell, hogy tényleg az emberek értsék. Vannak, akik azt mondják, hogy az Orbán kormány leváltásához minden ellenzéki erőre, köztük Gyurcsány Ferenc pártjára, a demokratikus koalícióra is szükség van. Mások szerint Gyurcsány Ferenc annyira népszerűtlen, hogy sokan inkább nem szavaznának egy olyan szövetségre, amiben ő is benne van. Ezért jobb lenne, ha nélküle jönne létre az együttműködés. Ön melyik állásponttal ért inkább egyet? Na és ezt az ábrát akkor mondja meg nekünk, hogy ebből mit tudunk. Mire tudunk? Hát először is nézzük meg, hogy mik a számok. Ugye elég hasonló számok vannak az MSZP szavazók és az együtt 2014 PM szavazó között. Elég hasonló. Uh-huh. 63. Szóval ez ilyen kétharmados. Sőt, ha együtt nézem az összes baloldali ellenzékit, ugye ez a harmadik sor, ott pontosan 66%. Uh-huh. 66%-os többsége van annak, hogy Gyurcsányra is szükség van. Tehát a narancssárga csíkunk a, itt most az, akik igen. azt mondják, az MSZP, az együtt 14 szavazók, és az összbaloldali, hogy Gyurcsány. A maradékból kevesen, de azt mondják, hogy ők erre nem tudnak válaszolni. De most akkor ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a baloldalon a többségben vannak azok, akik azt mondják, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül nincs kormányváltás, tehát hogy ezt összefogás. Ezt nem mondják, hogy nincs nélküle kormányváltás. Ők azt mondják, hogy ez nem lenne rossz. Nagyon fontos még a legalsó, ezek az aktív elkötelezetten, erről is szoktunk beszélni, azok, akik biztosan vagy valószínűleg elmennek szavazni, és most nincs pártjuk, ezeket tekintjük aktív elkötelezetlennek. Ez ma a teljes népesség 11%-a. Ha 8 millió szavazóval számolunk, ez egy ilyen kerekítés, akkor körülbelül 900 ezer olyan választó van, aki még nem döntött, tudja. De valószínűleg ott lesz az urnáknál. Uh-huh. Ez egy nagyon fontos réteg. Ott is enyhe többségben, 53%-os többségben hát vannak. Ez nem enyhe. Na jó, bocsánat, a 34-el szemben elég jelentős többség. Tehát azok, akik nem választottak még pártot, de aktívak, tehát mennének ők választani, azok közül is 53% a megkérdezetteknek azt mondja, hogy Gyurcsánnyal. Igen, de hol a hangsúly? Szóval én ma nagyon jól szórakoztam, mert ahogy ez megjelent, ezt már kirakta a HVG, a honlapra is, úgyhogy elég sokan utána ezt vitatták, a Facebookon is terjedt, és engem is fölhívtak többen. Hogy kell értelmezni? Há, igen, nagyon értelmes, nagyon politikus, politizáló fajta ismerőseim egészen radikálisan különböző álláspontokat szűrtek le ebből, uh-huh. ami persze az ő korábban már nagyon határozottan kialakult álláspontjuknak volt az újraértelmezése, mert volt, aki azt mondta hogy ebből is az látszik, hogy Gyurcsányra nagyon nagy szükség van, mert többségi álláspont a baloldalon, hogy nélküle nem lehet neki menni a választásnak. Voltak, akik azt mondták, hát ez annyira megoszlik, tulajdonképpen teljesen mindegy, nem oszt, nem szoroz, Gyurcsánya vagy Gyurcsány nélkül ugyanolyanok az esélyek. És volt a harmadik, és azért ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy ha az MSZP szavazóknak a 29%-a és az együtt 2014 szavazóknak is a negyed része ellenzi, akkor ez azt mutatja, hogy nem szabad bevenni, hiszen mi van, ha akkor ezek elfordulnak. Ez már több mint 50%. Uh-huh. De ez ma mind spekuláció, mert előttünk áll egy izgalmas kampány, Gyurcsány is még nagyon sok mindent fog magáról elmondani, és az ő hívei meglehetősen, hogy is mondjam, csak elkötelezettek. Szóval ott a legmagasabb például a biztos szavazók aránya. Tehát ez most egy külön csata. Az az érdekes, hogy itt hosszabb ideje nem arról szól elsősorban a politikai küzdelem, hogy az ellenzék és a kormánypárt között, hanem hol a két nagy, hol a két nagy. Majd egyszer csak eldöntik, hogy ki kivel, hogyan, milyen formában. Köszönöm szépen, hogy itt volt.